eljöttem erre a gyönyörű Tisza partra, hogy kipróbáljam, milyen is ebben aludni. Hát a sors fintora, hogy természetesen az időjárás akkor váltott télire, amikor idáig eljutottam, úgyhogy az éjszakai hőmérséklet nagyjából ilyen 3-4-5 fok körül fog alakulni, de legalább rögtön kiderül, hogy az extra téli húzat nélkül hogy lehet benne aludni egy rendes pehely hálózsákban. Nagyon remélem, hogy jól. Most pedig bemutatom azt, hogy ezt a sátrat hogy lehet kinyitni, és nagyjából mennyi idő telik el ez alatt. Már előre lelövöm a poént, villám gyorsan meg lehet tenni az egészet. Először föl kell hajtani ezt a külső húzatot rajta, mivel ez alatt található meg a cipzár. Szerencsére egy ilyen hosszú madzagot raktak a cipzár végére, így majd amikor átdobjuk a tető, akkor is könnyű lesz kezelni. Ezt szépen végig kell rajta húzni, így fogjuk tudni levenni. Ha valakinek nagyobb méretű terepjárója van, akkor azért nem árt, hogyha nem olyan alacsony, mint én. szépen körbe húzzuk, mindenütt felhajtva. Ilyenkor igénybe lehet venni az autó kerekeit, meg a fellépőt. Ilyenkor jó ez a hosszú madzag. Így. Ezzel a külső héjat le is vettük róla ez azért kell hozzá, hogy ha esik az eső és szállítjuk, akkor ne a sátor legyen vizes. Ez egy vízálló vászon, ami rajta van, így alatta a sátor vízhatlan marad. Ezzel meg is volnánk. És most jön az a része, ki kell húzni a létrát, és az egészet kibillenteni. Ehhez megint nem árt magasnak lenni. Itt a létre a tetején kihúzod a létrát, és szépen felbillented az egészet majd megfogod a létrát és a létránál fogva le lehet hajtani. Arra ugye figyelni kell, hogy ez a létra, ez összetolható, tehát a magassága mindig úgy legyen beállítva, hogy ez vízszintes legyen. Alul vannak rajta ilyen kis összezáró stiftek. Szépen lehúzzuk vízszintesig, és utána állítjuk be a létra szintjét, nagyjából ebbe a szögbe, ne legyen túlzottan kint, hiszen akkor, hogyha rálépünk, akkor a terhelés meghajíthatja a létrát, és a túl meredek sem célszerű, mert akkor meg nehéz lesz belépni a sátorba. Ahogy az látható, a kihajtása nem volt túl bonyolult művelet, ennél az összecsukás valamivel macerásabb, mivel amikor csukod össze, akkor a levegő kinyomja a sátorvásznat oldalra, és ezeket szépen vissza be kell tömködni, mielőtt le tudod zárni az egészet, hiszen ha nem zár pontosan, akkor ezt a külső burkolatot nem fogod tudni egyszerűen felcipzározni rá. Manapság egyre divatosabbak ezek a sátrak, mivel nagyon könnyű őket felszerelni, és könnyen ki lehet nyitni, bárhol is akarunk vele aludni. Természetesen ezek a szerkezetek nélkülöznek minden olyan komfortot, amit egy zárt terű autóban vagy lakókocsiban megszoktunk, tehát nyilván nincsen bennük tűzhely, nincsen bennük zuhanyzófülke, nincsen bennük WC. Tehát jellemzően ezekkel a sátrakkal kempingekben találkozunk, ahol ugye a kemping mindennel fel van szerelve, ami a hétköznapi dolgokhoz szükséges. Viszont egyre többen kedvelik azok is, akik kimennek vadkempingezni, mint ahogy például én is lejöttem ide a Tiszapartra, vagy pedig a vágóképek, ahol készültek a Dunaparton, ott is egyre több ilyet látni, bár az áruk hazánkban azért még egy kicsit abba a kategóriába tartozik, amit nem mindenki engedhet meg magának, de az tény, hogy egy új lakókocsinál nagyságrendekkel olcsóbb. Én annak idején a nagyszüleimmel végig kempingeztem fél Európát, tehát a földön feküdtünk sátorba, ahogy az klasszikus módon lehet, majd utána egy skiff sátras utánfutó segítségével közlekedtünk. Az már egészen közel van ehhez, bár ugye azt megvontatni kell magad után, ami azért egyéb nehézségekkel is jár. Viszont előnye, hogy van egy óriási elősátra, amiben tudsz főzni, amiben rossz idő esetén kényelmesen kempingszékkel, asztalokkal el lehet lenni. Viszont az is tény, hogy egy lakókocsihoz, vagy főleg egy lakóautóhoz képest ennek az ára meglepően olcsó, persze nyilván az új árakat figyelembe véve. Ez a túle apró sátor háromféle méretben készül, SSMS és elles, attól függően, hogy hány embernek akarsz helyet nyújtani benne. Az a durva, hogy az LS méretben akár három-négy személy is komfortosan el tud lenni. Ez az MS méret, ami nálam van, ez igazából két személyes, de például egy felnőtt, két gyerek kényelmesen el van az utas terében. A sátor maga teljesen vízhatlan, viszont hogyha meleg idő van, akkor szét lehet nyitni, mint valami pillangót, és minden oldalról hálós panorámás ablakok lesznek rajta, ezért tök könnyen átjárja a szél, nincs az a füllet érzésünk, mint aki mondjuk kempingezett már sátorral, és mondjuk meleg idő van, bemész a sátorba, és 50 fok van bent. Ebben nincs ilyen gond, mert szépen kitámasztod a pálcákkal ezeket az ablakokat, kihúzod a szúnyoghálókat takaró vásznat, és onnantól kezdve tökéletesen át tudsz szellőzni a sátor. Ahogy hát a mögött is látható, olyan autóra lehet felszerelni, amin van tetőkorlát, és nyilván meg kell nézni, a túlénak szerencsére van egy tök jó kiválasztó rendszere, hogy a te autóddal kompatibilis -e, mivel azért itt egy 40-50-60 szerkezetet teszünk fel az autó tetejére. Az én Volvomnak menet közben 100 kg a terhelhetősége, statikusan így, amikor állsz az autóval, akkor pedig 300 kg, tehát három nagy darab felnőtt is kényelmesen el lehet a tetején, anélkül, hogy gondot okozna én nem vagyok túlzottan magas, ezt talán látszott is a kinyitáskor, főleg, hogyha egy rendes normális terepjáróra rakod föl, akkor azért kell nyújtózkodni, vagy az is lehet, hogy egy fellépőt is magaddal kell vinni, de igazából az autó karosszériáját és gumiát az tök jó ki lehet használni arra, hogy elérje mindent a sátor kihajtásakor, vagy összecsukásakor. A sátornak nagy előnye, hogy nem csak széles, tehát kényelmesen tudsz benne feküdni, hanem nagyon hosszú is. Tehát aki mondjuk ilyen 175 cm körüli magasságú, mint én, annak marad egy brutális méretű lábtere is, vagy fejtere is, ahogy éppen szeretné, ahová be lehet még rakni cuccokat, vagy be tudsz rakni egy laptop állványt, ha éppen este filmet akartok nézni. Szerintem nagyon sokan azért idegenkednek a sátraktól, mert hogy aránylag szűk, és nincsen benne térérzet, és olyan klaustrofób bezártság érzeted van. Hát itt főleg, hogyha nem ilyen 4-5 fokos időben jössz le kempingezni, mint ahogy most én így a teszt alatt, hanem mondjuk nyáron, és kinyitod ezeket a külső ablakokat rajta, amiről már beszéltem, akkor tényleg olyan térjelzeted van, mintha csak úgy fent feküdnél az autó tetején. Ahogy azt már a túlétól megszokhattuk, minden egyes apró részlete ki van találva. Nyilván vannak más gyártóknak is hasonló tervékei, de ezeket érdemes kipróbálni vásárlás előtt, mivel hogyha nehézkes összecsukni, vagy nem ott vannak neked a belső tárolók, ahol kellenek, vagy bármi olyanba ütközöl, ami neked kényelmetlenséget okoz, akkor azért ezért az árján nem mindegy, hogy miért veszel nem csak a kihajtása, hanem a felszerelése is gyerekjáték volt az autóra. Igazából két ember megfelelő rutinnal, már beállított sinekkel gyakorlatilag tényleg 5 perc alatt fel tudja rakni az autóra. Ha veszel magadnak egy ilyet, akkor nyilván úgy célszerű, hogy a keresztartók fixen rajta maradnak, tehát a keresztartókat oldod a tetősínről, és nem veszed le külön a sátrat a keresztartókról. Akinek van garázsa vagy tárolója, az fel tudja húzni annak a tetejére, hiszen azért a súlya annyira nem vészes, tehát mondjuk fel lehet húzni a garázs tetejére, beállsz alá az autóval, leengeded, gyorsan meghúzod a túlinak ezeket a gyorszáras tetőkonzoljait, és már mehetsz is vele. Célszerű szintezőékeket is magaddal vinned, ezt én hál' Istennek elfelejtettem, hiszen itt is az autó adja az alapját annak, hogy mennyire fekszel egyenesen, és ha bárhová kimész a szabadba, akkor azért nehéz tökéletesen sík felületet kapni, de szintező ez ugyanúgy megoldható, mint a lakóautók esetében. Ha imádod a vadkempingezést, akkor sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudsz kerülni a természettel, hiszen főleg, ha egy négykerék hajtású autód van, vagy főleg egy terepjáród, akkor el tudsz jutni egészen a folyó mellé, egészen a hegyek lábához. Nem vagy olyan helyekre korlátozva, mint mondjuk egy lakókocsit vontatva, vagy egy lakóautóval, bár azért ma már lakóautóból is vannak olyan terepjárásra is alkalmas gépek, amivel fel lehet menni mondjuk egy murvás hágón is, mondjuk 3000 méter magasra az alpokban, és onnan nézni a panorámát, de nyilván ezzel sokkal egyszerűbb lesz, hiszen hajtőkanyarokban egy személyautóval kényelmesen fel tudsz menni. Nem egy egyszerű kérdés azt megfogalmazni, hogy kinek is ajánlható egy ilyen sátor, vagy ki is a célközönsége. Én arra gondolok, hogy főleg azoknak való akik eddig is sátrasztak életükben, de mondjuk a földön fekvésből most már egy kényelmesebb, panorámásabb verzióra váltanának, és nem akarják mindig a sátor alját szárítgatni, meg a talajt egyengetni a sátor alatt, hiszen aki feküdt már sátorba, az tudja, hogy egy nagyon pici terep egyenetlenség is borzalmas tud lenni reggelig rajta feküdve. Ezzel nem lesz ilyen gond, hiszen ennek teljesen sík a padlója, tényleg csak arra kell figyelned, hogy az autóval egyenesen álljál be. Nem gondolnám, hogy azok lesznek a célközönsége, akik maximális komfortot igényelnek mindenhol, hiszen arra egy lakókocsi vagy egy lakóautó sokkal alkalmasabb, de ha mondjuk amúgy is mindig kempingbe mész, akkor ez is kiváló választás lehet, nagyságrendekkel olcsóbban, mint egy új lakókocsi, hiszen a kempingben, ahogy már mondtam, meg lesz mindenféle lehetőség a tisztálkodásra, főzésre, és tényleg ebben csak aludni kell. Arról nem beszélve, hogy valószínűleg kevesebbet fog fizetni a helypénzért, mint amikor egy lakókocsinak vagy lakóautónak kell parcellát bérelned. Mivel már az alap sátor is 7 számjegybe kerül, ezért nyilván a magyar fizetésekből kigazdálkodni nem annyira egyszerű de talán még mindig egyszerűbb, mint mondjuk 8-10 millió forintot egy lakókocsira, vagy 20 milliót egy lakóautóra. Természetesen nem is a túle lenne a gyártó akkor, hogyha nem lehetne számtalan kiegészítővel ellátni, lehet hozzá kapni direkt a hideg időre való plusz húzatot, amivel még melegebbé teheted a sátrat, lehet, hogy az most nekem majd jól jött volna, és lehet hozzá kapni elősátrat is, így rossz időben sem kell bent kuckózni a felső részben, hanem ki tudsz ülni az autó mellé, igazából az összeállításban egy picit több időt vesz valószínűleg igénybe, hiszen ott már szövekelned kell, meg ki kell húznod a zsinórokat, de hogyha hosszabb időre mész egy kempingbe, akkor abszolút megérheti ezeket az extrákat is megvenni hozzá. Most pedig megyek belakom a sátrat egy kicsit, hogy előkészülődjek az éjszakai alváshoz. Reggel meg majd meglátjuk, milyen lesz a Tisza panorámája ébredni, mert miközben a kamerák vesznek engem, a háttérbe tök szép naplementek kezd kibontakozni, háttérben az őszi fákkal, amik egyre szebb színekben pompáznak. Ilyen látványt egy apartmanházból nem nagyon fogsz tudni látni sose. Nyilván ehhez ki kell mozdulni egy kicsit a komfortzónából, hiszen egy tetőn alvás WC nélkül Minimális fürdési lehetőséggel, nem olyan, mint mondjuk egy lakókocsiba befűtve bemenni. Na de pont ez a szépsége a mai világnak, hogy mindenki válogathat olyan eszközökben, ami neki a legjobban megfelel az igényeinek. Ilyenkor nincsen más dolgunk, mint fölhajtani a tetejét. Nyilván az autó legyen parkolóállásban, és már mászhatunk is be. Ahogy látható, van még bőven helyem. Nyilván már most egyedül fekszek itt az egész sátorban. Igazából a fejtér abszolút jó. Simán fel lehet benne ülni, gyakorlatilag még felöltözni is lehet benne, nyilván nem felállva, de egy sátortól ez a tér érzet szerintem teljesen patent. Jól láthatók a szépen lehegeztett varrások mert ugye itt szokták a sátrak beengedni a vizet legelőször. Ezek belülről is le vannak forrasztva. Berendeztem a kis alvóhelyemet, és lehet nézni egy kis várfoglalókat. Lehet belül ötleteket meríteni, hogy hova menjen az ember legközelebb. Ma Szigliget ódon köveit nézzük meg, amit viszont nem a várban kezdünk. Na, jó reggelt! kibírható volt az éjszaka, nyilván azért a komfortostól messze volt már ebben a négy fokban, de egy jó hálózsák mindig segít. Egyedül kicsit nehezebb ezt a légteret felfűteni. Most pedig kezdődhet a reggeli rutin, elpakolni mindent és visszacsukni a sátrat. Ami jó hír, hogy nem képződött sehol pára a sátor belső felületén, tehát vélhetően a szellőztetés és a pára kiengedés megoldott. Azért ez nem olyan csúnya így korán reggel.